Szakértők és anyukák osztották meg tapasztalataikat a szoptatás fontosságáról a Mátészalkai Tagkórház szülészeti osztályán. A rendezvényt azzal a céllal szervezték meg, hogy támogassák a családokat és közösséget teremtsenek az anyák számára. Felkészítik persze természetesen a védőnő kolléganők előre egy picikét a családokat, az anyukákat a szoptatásra, de valljuk meg őszintén, hogy elméletben lehet autót vezetni, de a gyakorlat az akkor jelenik meg, amikor már tényleg ott a baba, és az ő igényeit, az ő lehetőségeit, az ő tudását, az ő fáradtságát figyelembe véve kell az első próbálkozásokat megtenni, és nagyon jó szakemberek tudnak ebbe segíteni. Utána aztán a pár nap után, ha hazamennek, akkor ott van a védőnői hálózat. Ott van a védőnő, aki tanácsaival, odafigyelésével, empátiájával mindent megtesz azért, hogy a kezdeti nehézségek szépen elmúljanak. A rendezvény keretében a kismamáknak lehetőségük nyílik ellátogatni a szülészeti osztályra és a szülőszobára is. Ezek az utóbbi időben jelentős fejlesztésen estek át. A kórtermek bababaráttá és családbaráttá alakultak, így különböző alternatív szülési módokat is igénybe tudnak venni a kismamák. Ennek megfelelően vannak bordásfal, van olyan eszközparkunk is, ami ezt segíti, modern szülőágyak állnak rendelkezésre tulajdonképpen. Igyekszünk kihasználni az aranyóra, az úgynevezett aranyóra időszakát is, ami a szülést követő egy óra hosszát jelenti, amikor tulajdonképpen az újszülött nem kerül el az édesanyjától, hanem folyamatosan a hasán egy bőrkontaktusnak megfelelve, a korai anyagyermek kötődést elősegítve igyekszünk ezt biztosítani. Ez az időszak a meghittségen túl a szoptatás miatt is fontos szerepet játszik. Az anyateljes táplálás nem csak a baba, hanem az anya számára is számos egészségügyi előnnyel jár. A szoptatott babák ritkábban betegszenek meg, mivel az anyatej természetes immunerősítő anyagokat tartalmaz. Az anyák esetében pedig a szoptatás segít csökkenteni a mellrák és a petefészekrák kialakulásának kockázatát.